Az elmúlt évben nagy fejlődésen ment keresztül Gesztely, hiszen pályázati forrásból felújították a polgármesteri hivatal épületét, valamint a közösségi házat is. Több utca új aszfaltburkolatot kapott, amely tovább növeli a Hernádparti településen élők komfortérzetét. Simon István polgármester és a képviselőtestület folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, hogy Gesztely egy folyamatosan épülő, szépülő község lehessen. A 80-as években kialakított a ravatalozó újítására az elmúlt évtizedekben nem volt anyagi forrása a helyi önkormányzatnak, azonban a Magyar Falu Program sikeres pályázatának köszönhetően idén új külsőt kap az épület. A régi 1980-as években épült a ravatalozónkat, amit igazából tehát az idők folyamán nem nagyon újítgattunk. Lehetőség nyílik arra, hogy ezt a régi ravatalozó épületét felújítsuk, bővítsük. A régi ravatalozónak az alapterülete 83 négyzetméter volt, a jelenlegi 180 négyzetméteres lesz. És valóban itt a legnagyobb akadályt most az jelenti, hogy az építőanyag beszerzése az, mondjam azt, hogy eléggé körülményessé vált, ez akadályozza a munka zökkenőmentes haladását. Ez az épület, amit mögöttünk látunk, épülőfélben van, ez az épület, tehát a kor igényeinek, elvárásainak már nem igazán felelt meg, ezért is gondolta úgy a képviselőtestület, hogy kihasználva az adott lehetőséget nyújtsuk be pályázatot. Hát megpróbáljuk abból a támogatási összegből kihozni az építkezést, amelyet ugye megnyertünk. Ez vissza nem térítendő támogatás, tehát 100%-ban támogatja az állam. Ez közel 30 millió forintot jelent. Ez azt jelenti, hogy tehát napelem kerül fel a déli tető, a déli oldalra, az épület déli oldalára, napszella kerül fel, ezen kívül fedett váró, bejáró készül, tehát természetesen ez is mértékét tekintve nagyobb lesz, mint az előző volt, a korábbi volt, valamint maga a ravatalozó helyiség is alapterületét tekintve megnő, azaz egy ilyen körülbelül 90 négyzetméter alapterületű lesz. Ezen kívül elektromos fűtéssel látjuk el, az épületet szigetelést kap, cserépfedést, valamint meg kell, hogy említsem, ugye vizes blokk az nem volt az épületen belül, ez is kialakításra kerül, természetesen akadálymentesítést is megoldjuk. A tervek szerint az idén őszre elkészül Gesztelyben az új ravatalozó épülete, amely a 21. századi kor követelményeinek teljes egészében megfelel majd.